hogy a tudatunk lett az egyetlen. Csak már szimplán minden ott dől el. Ha akarod, bármi megtörténhet, s úgy lesz, ahogy képzelem. Ha zsigerel, ez nem lesz véletlen. De várj, az nem lesz már az a félős ár, amit megszoktál. A szó, a kimondott szó, a teremtő mód, a végső jó. De várj, ez nem vicc már, az az élet jár, amit elmondtál. Vendégünk Csondor Kata. Szia, Kata! Szia! Sziasztok! Hát mesélj erről a dalról, hogyan született meg? Nagyon egyszerűen, borzasztóan szerettem volna világgá kürtölni azt, hogy 2019-ben a modern tudomány bebizonyította konkrétan az epigenetika és a kvantumfizika, hogy az elmével és a tudattal lehet hatni, nem lehet, tudunk hatni az anyagra, akár a sejtjeinkre is. És ez most már tudományos tény, és nem beszélünk róla eleget. Én azt gondolom, hogy talán az iskolákban is most a jelen helyzetben erről többet kéne beszélni, vagy bárhol máshol. És úgy gondoltam, hogy írok erről egy nótát. Bár azért annyit azért javítanék, hogy akik Csillagok háborúja rajongók, azok szerintem hosszú évek óta hisznek már abban, hogy az elmével lehet irányítani. Igen. Az anyagot. De most már ez tudományos most már tény. Ez most már nem kell benne hinni. De nálad miért jött el akkor ez a gondolat, hogy akkor ebben a hitben szülessen meg ez a dal? Azért, mert tényleg bennem egy ilyen késztetés volt arra vonatkozólag, hogy embertársaim ezt meg tudjam osztani, tehát hogy minél többen tudjunk erről, mert azt vettem észre, hogy nem kap elég teret. És próbáltam úgy megírni a szöveget, hogy valamilyen módon közérthető legyen, de én tudom, mivel foglalkozom ezzel évek óta, hogy akár az öngyógyítással, mert itt konkrétan erről is van szó, hogy próbáltam megírni közérthetően a szöveget, de tudom, hogy minden sorom mögött óriási lábjegyzeteket tudnék írni, tehát meg tudnám magyarázni, hogy mit miért írtam. És hát nem tudom. Aztán jött a cím, ugye a Bosszúállók. Az meg azért van, mert évek óta ugye Scarlett Johansson szinkronizálom ezekbe a filmekbe, a Fekete Özvegyet, és ők ugye szuperhősök. És a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy rettentő módon szeretünk rajongani a szuperhősök iránt. Gyerekek, felnőttek, mindenki. És úgy beülünk a moziba, és majd ők helyettünk, majd ők megváltják a világot, megmentik a világot, az életünket. És akkor, de hát könyörgöm, hát mi is képesek vagyunk erre. Mi vagyunk a saját életünk szuperhősei, és hogyha tovább megyek. Tehát én ezt tovább pörgettem, hogyha mindannyian egyre tudnánk koncentrálni egy dologra, mondjuk az egészségre, akkor micsoda erő lenne benne, mert nem vagyunk elkülönülve se a saját testünkkel, se a körülöttünk lévő világtól. Valami ilyesmi. Jó? Nekem abszolút nagyon tetszik. Azon gondolkodtam közben, hogy ezt hogy lehet színpadra állítani, tehát hogy mit fogunk látni szombaton majd a színpadon, amikor ezt a dalt énekled. Uh-huh. Hát én már tudom, hogy vizuálban erősek leszünk remélhetőleg, és én szerettem volna az elmét és a szívet megjeleníteni valahogy, ahogy azzal a kvantum térbe besugárzunk. Mert azt is bebizonyították, hogy több mint 5000-szeresen erősebb a szívünk elektromágneses sugárzása a térbe, mint az agyunké. És ez azért fontos, mert az érzelmeink azok, tehát nem is feltétlenül az elménk, hanem az érzelmeink azok, amik iszonyú erővel tudják formálni a világot, és a sejtjeinket is. De ez egyébként nem könnyű sztori. Tehát az, hogy tudatosak legyünk, és minden pillanatban arra fókuszáljunk, hogy boldogság, egészség, hála, tehát ez nagyon nehéz, mert közben az életünket kell élnünk. De ha már egy picit próbálunk valamilyen szinten ezzel így vissza-vissza zökkenni, és tudatosítani, és emlékeztetni magunkat, akkor biztos, hogy előrébb járunk.
Parancsolj. Parancsolj. Nem, én azt gondolkodtam, hogy a szív erejével melyik az a zsűritag, akit el fogsz kapni szombaton, akire a legjobban akarsz hatni. Vagy akinek mondjuk lehet úgy mondani, van. Hogy aki, van tippem, de én igazából azt érzem, hogy a dal az annyira lendületesre sikerült. Vig Arnold az, aki szerezte a zenét és hangszerelte, hogy én tipikusan, amikor meghallottam, akkor azt éreztem, hogy ez az, amikor így menni kell, vagy az autóban így döngetni kell, és amikor azt érzed, hogy, és ez a zene hozzásegít, hogy felismertél valamit, tudod, vannak ilyen állapotaink, hogy most rájöttem valamire, úristen, ez az, és most már így fogom élni az életem, csak el ne felejtsem, csak holnap reggel, amikor felkelek, akkor ugyanígy eszembe jusson, én rendszerint elfelejtem, de hogy ezek a felismerések, és ehhez ez a zene szerintem nagyon-nagyon jó segítő. Milyen elvárásokkal jelentkeztél az idei dalba? Mi a cél? Gondolom, hát a fő nyeremény és az első díj, de mégis mi lenne a legjobb forgatókönyv, vagy mit vársz ettől a műsortól leginkább? Hát elvárásaim nem voltak, mert mind 4 éve is egy demót adtam le, tehát hogy nem, még nem volt kész a dal, és nagyon-nagyon... Én az, hogy bekerült, megmondom őszintén, hogy az nekem egy ilyen tanúbizonyságot nyert arra, hogy ezt a dalt akkor úgy látszik létjogosultsága van, és igen, jó, hogyha ezt többen hallják. Tehát nekem ez egy ilyen visszaigazolás volt. Azért, mert ilyen a szövege. Mert mi van, ha ezt most mégse kell annyira világgá kürtölni, de most azt éreztem, hogy bekerült ebbe a versenybe, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak van, és nagyon várom már, hogy élőben ezt amikor nem lehet élőben zenélni, előadhassam. Tehát szerintem mindannyian így vagyunk ezzel. Hát nem kell sokat várni, és szombaton hallhatjuk ezt a dalt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert szombaton. Köszönöm.